Ugyan a tanév már befejeződött, de az iskolaőrök munkája a nyári szünetben sem ér véget. Bűn és baleset megelőzési programokon vesznek részt, fejlesztik tudásukat, képességeiket, amiket a szünidő ideje alatt össze is mérnek egymással. Július elején szervezte meg a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányság a Horváth Sándor első országos iskolaőr emlékversenyt, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság csapata érdemelte ki az első helyet. A verseny célja az iskolaőrök szakmai felkészültségének ellenőrzése, valamint a szabályos intézkedések készségszintű elsajátítása volt. Július elején rendezték meg a Horváth Sándor első országos iskolaőr emlékversenyt Székesfehérváron, ahol 19 vármegye és a budapesti rendőrfőkapitányság csapata vett részt. A szakmai vetélkedőn az iskolaőröknek elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesíteniük kellett. A kétnapos erőpróbán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság csapata kiemelkedően teljesített, az első hely mellett még egy külön díjat is bezsebeltek. Örültünk ennek a helyezésnek. Ebben benne van az, hogy a koordinátoraink, a kollégáink segítettek, folyamatosan segítjük egymást, és hál' Istennek fiatalabb volt a két kollégám, mint én. Ők is maximálisan hozzátették a fizikai részben a segítséget. Az iskolaőrök nyáron sem tétlenkednek. A verseny mellett vásárokon, különféle helyi rendezvényeken és strandokon látnak el bűnmegelőzési feladatokat. Miskolcon például jelenleg is több helyszínen az Európai Egyetemi Játékok és a Sejemréti strandfürdő területén is járőröznek. Feladataik közé tartozik többek között a biztonsági szakemberek munkájának segítése, valamint a lopások megakadályozása. Különböző strandokon, Miskolc, illetve a vonzás közvetében lévő strandokon, nagy tavak mellett a Nyíki plázson, illetve egyéb Emőditavon, Muhibicsen látnak el szolgálatot. Ezen kívül táborokban segítenek, mellettem vannak. Most egy 3 napos táborban vettek részt, bűnmegelőzési tábort tartottunk a rendőrök gyermekei részére. A nyári időszakot követően azonban az iskolaőrök újra visszatérnek az oktatási intézményekbe. Iskolaőrünk a tanítási időben a pedagógusok, illetve a diákok biztonságát garantálják az oktatási intézményekben. Prevenciós jelleggel vagyunk jelen, alapvetően a megelőzés a fő céljuk. Általában a tanítási időhöz igazodik a munkarendjük, legtöbbször 8 óra szolgálatot látnak el egy-egy oktatási intézményben. Fóri Zsolt hozzátette, az iskolaőrök az elmúlt évek alatt sikeresen beilleszkedtek az oktatási intézményekben dolgozók és tanulók közé, hiszen a pedagógusok és a gyerekek is bizalommal fordulnak hozzájuk, ha szükséges.